Sziasztok, elérkeztünk a következő epizódhoz, megvan már a haltartód, megvan már a pontzsákod, de anyu, apu, illetve kedves barátnő csak autójával mész el mondjuk pecázni, peca után mibe tedd ezeket, hogy ne folyjon ki a ganélé, a büdös tóvíz az autóba. Mutatom, mit használok én. Számtalan gyártó, számtalan szágtartó táskája van, van merevfalú, nem merevfalú, eva, stb. Nekem ez vált be. Ez a Team Faderes, és ebbe elfér, kérlek szépen, 2 darab haltartó, de még talán 3 is, 2 pontzsák, és egy merítőfej simán, mutatom is, bepakolva. Na hát 2 perc alatt be is pakoltam, és azon felül, hogy ugye ez víz és szagmentes, ugye ezeknek a haltartókra hullik egy csomó szennyeződés verseny közben, etetőanyag, csali, aromaspré, stb., és beleivódnak ezekbe a haltartókba, és ezt a rágcsálók erőszeretettel szeretik megrágni. Na, ha úgy tárolod otthon is a megszárított haltartóidat, hogy utána visszateszed ebbe a tárolózsákba, akkor ezeknek a veszélyétől megmenekülsz, hogy ne adj Isten, egy-egy ilyen kis aranyos cuóki pici egérke belerágjon a drága haltartódba. Nem mondom mindenkinek, hogy ezt a márkát kell megvásárolni, én nekem ez vált be, ebből a Eva tartomból van 3 darab, és nagyon meg vagyok elégedve, aktív használat mellett is meglepően sokat bír ki, és a cipzárja is sem haldoklik meg, mint például a Garbolinónak, amiből én már kidobtam 2.